Most fölveszed, hogy hogy vágom Pépi a kezemet? Hm? Felveszem, persze, hogy felveszem. Aztán perelheted a munkahelyedet, hogy nem megfelelő munkaeszközt biztosítani. Basszus, ne is mondd el, izén. Pakoltunk hétfőn le az autóról, jött egy pár raklap cucc, és úgy szoktuk, hogy egy ilyen rampen, ferde rampen letolat a mókus, és ha sok rak van, mivel nincs targoncánk, így ilyen gurtnival leszoktuk húzni a teherautó végébe. Aha. És segített a csávó, hogy majd ő is. Aha. És basszus, fönt állt a platón, fogta a gurtnit, hogy lehúzza, és így kiakadt a gurtnak a kötése, és a srác így egy platóról. Dobott egy hátast. Bezuhant a pincébe, bassza. Ah, kurva. Lépcsőn vagy csak a lejáron? Összetörte magát? Össze. Bassza meg. Mennyire? Hát itt a kis ujja, az így hátrafelé állt. Júj! Meg a fejét csapta szét. Azt a... Kapcsolták, hogy varni kellett. Hát, mondtuk neki, hogy elvisszük STK-ba, de aztán azt mondta, hogy ezért... Fasz, balesetére kell ilyenkor vinni azonnal a traumatológiára. Jajaj, azt mondta, hogy elmegy saját maga. Aha. Följött a mosdóba, lemosta magából a vért, aztán beült az autóba, és így leberett nála a kerek. Úgy látom, ez a legpöcsönlősebb része, hogy maradék gumit lefejteni róla, ugye? Of course. Rögzíted? Rögzítem, igen, de majd a másikat kommentáljuk. Ebből csak vágóképeket fogok csinálni. Ha már úd, akkor legyen kövér. Jaj, de szép erőkart barkácsoltál. A lényeg. Ez szokott eltörni. Micsoda? A vezeték. Mindjárt megmutatom, hogy hol. Nagyon jó. Ha valakinek nem megy a markolat fűtése, akkor 99% hogy... A forrasztásnál? Nem, itt nyeklik, mert ugye meglátod, ez ide be van dugva a kormánynak a belsejébe. Robin nézi megnézi a kamera is. Ott. De nem hiszem, hogy belát a kamera. Tényleg nem lát be a kamera. Igen. De Tito belát. Hát esküszöm, hogy forrasztásokat látok, Robi. Igen. Na és ugye az szokott a másik hiba lenni, kamerának mondom. Nézd a kamerába akkor. Hogyha valaki ezt a markolatot szimplán így le akarja húzni. Először le kell forrasztani, nem? Nem. Itt vannak a drótjai. Ha valaki ki akarja venni a markolatot... A kezedtől pont nem láttam, hol voltak. Tök mindegy. Az egész motor lebont, mert a csatlakozók körülbelül az akkumulátor alatt vannak. Aha. És akkor ezek a kábelek föllazít, és úgy lehet lehúzni a markolatot, hogy... Ja, hogy egy kis játékot engedni neki onnan? Igen. Hello. Add a markolatot. Itt van előtted, barátom. Látta a kocsámat. Bőnyállal. Ügyeljünk a sikosításra. Ugye? Ez itt egy... kardinális kérdés. Ilyenkor a mások ugye azt javasolják, hogy kompresszorral aláfújni egy kis sűrített levegőt onnan a külső végén. Az még soha nem jött be. Az még soha nem jött be? Hát, de úgy látom, a nyálazás se. Ne. Neked nagyon fájhat a szex. Azt mondtad, hogy hozod a vazelint? Nem látom. Nem, azt mondtam, hogy te készítsd elő a vazelint. Ú, Robi, hát az esténként is így megy. Így. Hát én már sírnék. Fájna. Egyszer egy haveromat kérdeztem arról, hogy hogy alakul a csajszóval a szájmunk az, hogy még nem jó, már nem fáj. Úgy látom, ez még nem ment fel teljesen. Nem. Még nem jó, már nem fáj. Aha. Jaj, Robi, állandóan belemászol a képben. Mert koncentrálok. Koncentrálj. Igazából ez nem is a te dolgod lenne, valami lányjal kellett volna felhúzatni, basszony. Ezek ugye ellenebbek. Na. Elértük. Elérted a végén ezt a gyűrűt, ugye? Hát igen, oda. És arra kell ráhúzni. Oda így koppig.
Aha, látom. Tehát azt nem is kell a két gyűrű közébe feszíteni? Nem egyáltalán tovább kell húzni, Robi? Nem. Biztos? Biztos. Jó. Ott fekszik fel. Jó, csak már volt az a horony a két üzé között, az a, az a kör alakú horony, azt hittem abba kell belepattintani, majd belső gyűrű esetleg azon a szaron, de... Nincs. Így. Sterilizáljuk. Már késő. Megnézzük, hogy tényleg a... Na, hogy túltold, Bélám. Megigazítjuk, vagy... Jól álljon. Az a led is amott áll, ahelyett, hogy emitt állna. Led. Light emitting diode, oké, megy, vágom. Hoznom kellett volna kávét is, azt hiszem, hogy nem létező sör mellé. Reggel még gondoltam rá, hogy hozok neked sört különben, de úgy sietettél, hogy nem hoztam. Leesett valami tűzcsapló. Mondd csak, az ülésem megidőlt. Pillanat ragasztóval rögzítjük a markolatot. Of course. Ez azért jó, mert később is csak szikével lehet majd eltávolítani. Mert ha egyszer el kell távolítani... akkor az már rég nem jó. Hát, kész. Akkor menjünk súly vissza. Csavar az aknába. Ez... Belejtettem, hogy csavart képzeld a izénál, az index karcserénél. Itt belül van egy ilyen Torx fejű szar, igen. És itt ebből műanyag vájadba, itt lecsúszott, itt van valahol ennek a műanyag szarnak az alján, az anyája. Egy hatos agyát kell felraknom oda a másikat. Nukak. Jobb kéz. Jobb kéz, láncfűrész. Perfect.